10 milliárd forintos EU-s pályázati csalás miatt nyomoz az ügyészség, több pénzügyminisztériumi középvezetőt őrizetbe vettek, de érintett a miniszterelnökség egyik főosztályvezetője is. Erről Gulyás Gergely is beszélt a Kormányinfón, aki szerint összesen 5 minisztériumi dolgozót vettek őrizetbe. Közben a központi nyomozó főügyészség közölte, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt folyik nyomozás, ami pályázatokhoz köthető. A Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint a korrupt munkatársak akár 10 év börtönt is kaphatnak. Púposra pakolt szívben lapultak azok a bankjegyek, amelyeket a magyar hatóságok foglaltak le egy nagyszabású razzia során. A korrupciós események a központi nyomozó főügyészség közleménye szerint részben az állami és részben az uniós forrásból finanszírozott GINOP pályázatokhoz köthetők. Az elkövetők 10 milliárd forintnyi támogatást igényeltek, őket most vesztegetéssel gyanúsítják. A bűnügyi akcióban az ügyészség több mint 200 millió forint készpénzt, több mint 60 millió forint értékben értékpapírt és egy luxusautót foglalt le a hivatalos személyektől, és több ingatlan zárólevételéről is rendelkezett. A főügyészség 25 helyszínen végzett kutatást. 18 szemét gyanúsítottként hallgattak ki, közülük 7-et őrizetbe vettek. Az őrizetbe vett emberek között több minisztériumi dolgozó is érintett, akik a pénzügyminisztérium kihelyezett részlegén dolgoztak, ami a hátam mögött lévő épületben található. Ők a pályázatok kedvező elbírálásában vettek részt, amiért kenőpénzt kaptak. Az érintettek között található minisztériumi főosztályvezető is. A pénzügyminisztérium, amíg tart a vizsgálat, felfüggesztette az érintettek munkaviszonyát. 6 ember letartóztatását már az ügyészség is indítványozta. Napközben az is kiderült, hogy nem csak a pénzügyminisztérium munkatársai érintettek a korrupciós ügyben. A miniszterelnökségen is egy osztályvezető érintett, ezért kaptam róla tájékoztatást. Mikor? Tegnap. A kancellária miniszter szerint 4 pénzügyminisztériumi és egy miniszterelnökségi dolgozó ellen nyomoznak. Egyetlen egy miniszter sem tudja azt semmilyen kormányon garantálni, hogy nem lesz egy osztályvezető, egy főosztályvezető, vagy még alacsonyabb rangú tisztviselő a 10 000-es mondjuk központi közigazgatásban, aki tisztességtelen. A Híradónak nyilatkozó ügyvéd azt mondta, a hivatali vesztegetés elfogadása, amiben az ügyészség nyomoz, súlyos büntet. Különös tekintettel, hogyha üzletszerűen a vagybűnszövetségben követik el a cselekményüket. 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti ezt a cselekményt a törvény, de hogyha valaki vezetőbeosztású hivatali személy, akkor ez a tételkeret 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Híradón kereste a pénzügyminisztériumot is, hogy megtudjuk, hány pályázat ment keresztül az őrizetbe vett munkatársak kezén. Érdemi válasz helyett a szaktárca az előző napi közleményét küldte el.